Jó estét kívánok, péntek este 18 óra van, ez pedig itt a Gyöngyös Ma Televíziónk közéleti magazinja, melyben most Magyarország és szűkebb hazánk gazdaságát fogjuk elemezni, értékelni az elmúlt évet, illetve hogy mi várható 2024-ben. Itt van velem Dedák István közgazdász, akit köszöntök online a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Ugye itt 2023-mal kezdenénk, mert december 1-én volt egy olyan jellegű történet, hogy minimál béremelés. Ez általában mindig új év elején szokott megtörténni, most azonban a kormány úgy döntött, hogy decemberben már ezt élesre tölti és meg is valósult. Mi erről a véleménye? Mi volt ennek a célja? Mit hoztak ezzel előre, vagy éppenséggel mit alapozott meg? Így van, tehát valóban az történt, hogy a minimál béreknek, illetve a garantált bérminimumnak viszonylag jelentős mértékű emelkedésére került sor. Ugye a minimál bér 15%-kal emelkedett, ezzel 266.800 forint lesz a minimál bér, miközben a garantált bérminimum 15%-os növelésére kerül sor, ami így 326.000 forintra fog rúgni. Tulajdonképpen itt az alapvető cél az, hogy a tavalyi év gyenge teljesítményét, illetve a reálbér csökkenést, ami a tavalyi évben megtörtént, azt a következő évben valamilyen módon erősítse a kormányzat, és ennek hatására egy pozitív reálbér növekedés következzen be a gazdaságban, ami aztán jótékony hatást gyakorolhat a fogyasztás alakulására, mert az elmúlt évben, 2023-ban viszont rendkívül gyenge volt, és jelentősen elmaradt az Európai Uniós trendektől. Ja, beszélgettünk arról is mi 2023. októberében, hogy egy számjegyű lehet majd az infláció, és most az inflációnak az alakulását is akkor hozzuk szóba, mert hogy most van egy állapot, amely 2024-ben életbe is lépett, és látható is, hol tartunk, mi várható. Például 2024-re ez befagy, vagy marad, vagy csökkenhet, vagy növekedhet. Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és előjáróban érdemes megnézni a tényeket. Tehát amit látunk, hogy a decemberi inflációs adatokat közzétette már a Központi Statisztikai Hivatal, és ez alapján egy nagyon kedvező eredményt látunk, ami meg kell megmondva az igazat, tulajdonképpen az elemzőket és a szakértőket is meglepte, egyfajta pozitív meglepetést okozott, hiszen a 2023. decemberi infláció az 5,5%-ra zuhant. Tehát, hogy érteni lehessen, ezt úgy kell értékelni, hogy 2023. decemberében, 2022. decemberéhez képest mindössze 5,5%-kal voltak átlagosan magasabbak az árak. Ugyanakkor azt is érdemes szem előtt tartani, hogy az év egészét tekintve 17%-os átlagos áremelkedésre került sor. Na most a nagy kérdés, hogy miért alakult ilyen kedvezően a decemberi inflációs ráta, és ennek tulajdonképpen három okát lehet megjelölni. Az egyik az, hogy jelentős mértékben visszaesett a lakosságnak a kereslet és a fogyasztása, és ez megfogta az áremelkedéseket. Másfelől pedig szem előtt kell tartani azt, hogy tavaly decemberben és januárban rendkívül magas volt az infláció, akkor csúcsosodott, és ugye a 2023. december infláció számolásánál ezekhez a magas árakhoz viszonyítunk, és ehhez képest ugye kapunk egy viszonylag szerényebb mértékű áremelkedést. Na most a nagy kérdés, hogy mi várható jövőre, és hogy ezzel kapcsolatosan nagyon... Bocsánat, így van, közben évet váltottunk, vagyis 2024-ben, és a helyzet az, hogy a neheze
lehet, hogy furcsán hangzik, de azt lehet mondani, hogy a dolgoknak a neheze az csak ezután fog jönni, mármint abban az értelemben, hogy nagyon komoly veszélye van annak, hogy az infláció a következő hónapokban be fog ragadni ezen az 5-6 százalékos szinten. Sőt, nézve a januári folyamatokat, amikor ugye jelentős mértékű kormányzati áremelésekre került sor, gondoljunk itt az útdíjakra, a benzinárának az emelkedésére, amelyet valamennyien tapasztalhattunk, hiszen az elmúlt két hétben 42 forinttal emelkedtek az árak a benzinkutakon, és ez ugye mind bele fog gyűrűzni a szállítási költségeken keresztül az inflációs ráta alakulásába. Szóval nem lenne meglepetés, ha a januári infláció némileg még magasabb lenne, mint a decemberi inflációnak a mértéke, és ugyanakkor 2024 egészét tekintve meglehetősen pesszimista a szakma, azt kell, hogy mondjam, vagyis nem nagyon számítunk arra, hogy 2024 egészében ez a kedvező infláció csökkenés, amit az elmúlt év őszén láttunk, ez tovább fog folytatódni, és sajnos nagyon komoly a veszélye annak, hogy be fogunk ragadni ebben az 5-8 százalék körüli tartományban. Beszéljünk már a forintunkról is, hogy akkor most nyilván az infláció hatással van a forintra, a kereskedelemre, hogy áll most a forint? Tulajdonképpen ugye most részben hozzáfért Magyarország EU-s forrásokhoz, ehhez az 10 milliárd eurós EU-s forrást felszabadítottak számunkra. Ez tulajdonképpen kedvező hatást gyakorol a forint árfolyamára, és azt lehet látni, hogy az elmúlt napokban, hetekben stabilizálódott olyan 380 forint körüli értékben. Ugye a nagy kérdés az ezzel kapcsolatosan, hogy megnyílnak-e további EU-s források Magyarország számára egyfelől, másfelől pedig az, hogyha a gazdaság élénkülése megtörténik, és a háztartások fogyasztása növekedni fog, ugye ennek akkor import vonzata is van, és a nagyobb import pedig generálhat egyfajta nagyobb keresletet az euró iránt, ami gyengébb árfolyamban is megjelenhet. Ugye itt a műsor elején... Amit még hozzá szeretnék tenni, hogy kicsi annak az esélye, hogy a forint még tovább erősödik, tehát 370-380 alá kerül az év egészét tekintve, inkább némi gyengülésre lehet számítani, különösen akkor, ha a magyar gazdaság ki tud törni az elmúlt év kellemetlen helyzetéből, abban az értelemben, hogy ugye a magyar GDP, azért azt tartsuk szem előtt, hogy 2023-ban a nemzeti jövedelem, a bruttó hazai termék az zsugorodott, csökkent Magyarországon. És ezzel tulajdonképpen az Európai Unió mezőnyének a végén helyezkedünk el, mert csak 2-3 ország van, amely 2023-ban gyengébb teljesítményt nyújtott gazdasági növekedés nemzeti jövedelem tekintetében, mint Magyarország. Elhangzott egy érdekes, itt mondtam a műsor elején is, hogy fogunk beszélgetni szűkebb, tágabb hazánkról is, tehát a tágabbról most. Elhangzott egy gazdasági évértékelőn, hogy a II. Világháború idején Csehország rendszerváltó állammá vált, és amennyiben ez nem történt volna meg, akkor Magyarország lenne a keleti régióban a csúcson, a toppon, ez így van? Abszolút nem értek ezzel a kijelentéssel egyet, ugyanis az, hogy 50 évvel ezelőtt, vagy 70 évvel ezelőtt a II. Világháborút követően mi történt, az a mai gazdasági fejlettségre minimális, vagy gyakorlatilag semmilyen hatással nincsen. Hiszen meg kell nézni, hogy hol álltak a II. Világháborút követően nyugat-európai országok, és hol járnak ma.
Tehát például a kokáért Nyugat-Európa ugye a II. Világháborút követően porigót rombolva, és ahhoz képest hova jutottak ők, meg hova jutottak például a közép-kelet-európai országok. Tehát az ilyen összehasonlítást és az ilyen megállapításokat én abszolút megalapozatlannak tartom. Most akkor jöjjünk ide a szűkebb hazánkba, itt Heves vármegyében vagyunk, konkrétan Gyöngyösön is, és hát itt is meghatározó gazdasági mozgatórugók vannak. Az adókra is gondolok, akár az iparűzési adóra, akár a környékbeli cégekre. Milyen meghatározó elemet lát közgazdászként itt Heves vármegye területén, illetőleg itt Gyöngyösön? Ugye a régiót, illetve szűkebb értelemben Heves vármegyét illetően azt jelenti, hogy jelentős részben vannak jelen külföldi vállalkozások, ipari parkok, és ugye a külföldi vállalkozások a régióban, meg a vármegyében megtelepülő külföldi vállalkozások jelentős részben exportra dolgoznak, és ezért az ő teljesítményüket, és ezáltal a vármegyének a teljesítményét kevésbé befolyásolja az, hogy mi történik a belföldi fogyasztás, a belföldi kereslet alakulásával, ugyanis ezeknek a vállalkozásoknak a teljesítményét alapvetően az Európai Unió konjunkturális helyzete határozza meg, és ugye, mint azt korábban említettem, az Unió egészét tekintve a gazdasági növekedés, illetve a konjunkturális helyzet az lényegesen jobb volt, mint Magyarországon, így ezeket a cégeket, és ugye a befizetett iparűzési adót, meg a megyének a teljesítményét kevésbé érinti az, hogy a magyar gazdaság sajnos 2023-ban egy recessziós helyzetben volt. És hogyan látja például a jövőt a tekintetben, amit előbb említett, hogy Magyarország most hozzájutott egy bizonyos összeghez, egy bizonyos részéhez az uniós támogatásnak? Lát-e arra esélyt, hogy 2024-ben még érkezhet pénz Magyarországra? Hát ez alapvetően ugye attól függ, hogy a jogállamisági feltételeknek mennyire tud eleget tenni Magyarország, meg európai parlamenti választások lesznek ugye ebben az évben. Tehát itt egyfajta politikai játszmáknak is a tanúi lehetünk. Ezt a politikai részt én meghagynám a politológusoknak. Inkább a szakmai részére, a közgazdasági részére szeretnék fókuszálni, mégpedig arra, hogy az alapvető kormányzati célkitűzés 2024-re vonatkozóan az, hogy a gazdasági növekedést beindítsa Magyarország, és nekem személy szerint az a véleményem, hogy a kormányzati célkitűzések, illetve előrejelzések meglehetősen optimistának tűnnek, mind az infláció, mind a gazdaság teljesítményének alakulása tekintetében, ugyanis egy 4% körüli gazdasági növekedéssel számol a kormányzat, és ez az elmúlt évek teljesítményét tekintve meglehetősen optimista verziónak tűnik, és ráadásul mindez összekapcsolva a jelentős béremeléssel, amiről ugye beszéltünk, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum tekintetében megtörtént, szóval egy gyenge gazdasági teljesítmény, vagy egy közepes gazdasági teljesítmény összekapcsolódva egy jelentős béremelkedéssel az ország egészében azt fogja jelenteni, hogy az inflációs célkitűzés, a kormány inflációs célja, az 5% körül inflációs cél, az kevésbé lesz tartható. Akkor beszéljünk. Tehát, ahogy említettem, Bocsánat, szerkesztő úr, még egy megjegyzést, hogy nagyon nagy veszélyt látok én magam is, és a közgazdász szakma is abban a tekintetben, hogy az infláció leszorításában ez a kedvező trend, amit az elmúlt hónapokban láttuk, ez nagyon súlyosan meg fog törni, és be fogunk ragadni egy 5-7% körüli inflációt. Akkor most jöjjünk le a hétköznapok szintjére is, mert hogy ennek hatása van, hogy megjelent a pénztárcákban a forint, hatással van az élelmiszerekre is, élelmiszer drágulás, vásárlás a vevő és eladó oldalról. Egy percben kérem, elemezze ezt is. Abszolút, ugye az élelmiszerek tekintetében
A legutóbbi adatok alapján egy viszonylag kedvező kép tárul elénk, tehát például a kokáért novemberhez képest az élelmiszerek decemberben nagyon picit, de mégis csökkentek. Az év egészét tekintve pedig az élelmiszerek 4,3%-kal drágultak, ami önmagában nem tűnik soknak, csak hogy szem előtt kell tartani, hogy ez a 4,3%, ez egy brutálisan magas élelmiszer ár emelkedésre rakódott rá, ami 2022-ben történt. Tehát 2022-ben egészében volt egy 40% körüli élelmiszer áremelkedés, és ez a 4,3%, amit most látunk decemberben, ez még erre jött rá, tehát összességében egy nagyon magas élelmiszer árakat láthatunk, annak ellenére, hogy az áremelkedés üteme jelentősen lelassult. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm szépen. Viszontlátásra. Kedves nézőinknek pedig a figyelmét köszönöm, ez volt tehát a Gyöngyös ma pénteken este, legközelebb jövő héten hétfőn várjuk Önöket 18 órakor. Szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!